egyszerű lábáztatással ez a kis műszer megszabadít minket a toxikus anyagoktól. Helyezzük üzembe a berendezést. Az útmutató alapján tegyünk sót a vízben egy kanállal, keverje el. Helyezzük bele ezt a szerkezetet, és tegyük fel a csuklópántot, nedvesítsük meg. Húzzuk. Így, elég nedves, kész. És akkor kapcsoljuk be a berendezést. Egy 30 perces kúrát javasolnak. Az ön diagnózisát a papírról fogjuk leolvasni, és én, mint kémikus, pedig elemezni fogom ennek a kémiáját. Jó, tehát barna tócsa, fehér csapadékkal. Fehér csapadék, barna tócsa. Az értékelő papír szerint önnek a következő problémái vannak. Látunk fehér színt, önnek nyirokrendszerből allergiája van, a barna pedig máj túlzott dohányzás, dohányzik? Nem. És zsírlerakódás. Önön van zsír? Nagyon sportosnak tűnik. Most be fogom mutatni, hogyan működik ugyanez a rendszer ön nélkül. Ugyanezeket a betegségeket elő fogja csalni a színek alapján, úgyhogy nem is lesz itt ember. Pontosan. Nézzük, mit kell csinálnom. Fel kell állni, kiemelni a lábát és kicseréljük a vizet. Igen. Jaj, pedig már olyan szép beteg voltam. És akkor most nézzük meg a valós kémiai folyamatokat. Ennek a vezetéknek semmilyen funkciója nincs. Egyszerű elektrolízisről van szó. Ez itt egy elektróda, egy anód, katód, megfelelő feszültséget adva rá. Be fog indulni a kémiai folyamat, és vas 2-hidroxid fog leválni. Fehér színben, seink szerint, ez néhány mikroamper. Ez a néhány mikroamper nem elegendő ahhoz, hogy toxikus fémeket, vagy bármilyen káros anyagot kicsalogasson a szervezetünkből, ez semmi másra nem való, mint arra, hogy a testnedveinkben, vérben és szövetekben elindul egy nagyon pici ionáram, tehát körülbelül ez akkora lehet a maximum, mint egy normál, egyszerű izommozgás. Ha sportolunk, akkor sokkal többet érünk el.